Jó estét kívánok! Megélhetési minimumot kell bevezetnünk, ami alá semmiképp sem megyünk. Ha a fene fenét eszik, akkor sem, ezt nyilván nem én mondom, hanem Botka László mondta a május 1-i MSZP-s rendezvényen, és egy sor munkásbarát programpontot is bejelentett. Ugyanakkor pont ma, mit nő véletlen, a Fidesz azt mondta, hogy a parlamentnek egy olyan költségvetési törvényt nyújtanak be, egy olyan költségvetést, ami a munkásokat fogja segíteni. Ma az adás első részében arról fogunk beszélgetni, hogy vajon kinek hisznek a választók, egyáltalán sorra veszik-e ezeket a programpontokat, de lesz majd egy másik témánk, mindjárt azt is megmutatom, de elsőként a vendégeinket, hogy kikkel beszélgetünk ma este. Itt van már a stúdióban Pécsi Ágnes, nyugdíjas történelemtanár, Komjáti Imre, a Munkát, Kenyeret, Tisztességes Béreket mozgalom alapítója, és szerintem a következő vendégünket nem kell bemutatnom, Somos András is műsorvezető társam, először itt a Naphírében, de hát máshonnan már jól ismerhetik, és akkor most jöjjenek a témák. Orbán Viktor egy lufi, erről beszélt a szocialisták rendezvényén Kunhalmi Ágnes, de a kormány leválthatósága minden ellenzéki politikus beszédének fontos része volt. Gyurcsány Ferenc a viszkető tenyerű Orbánnak jó tanáccsal is szolgált, mondván használjon kamillás vizet és menjen el dermatológushoz. A baloldalnak pedig azt üzente, együtt fogunk működni, minden választókerületben egy demokratikus ellenfele lesz Orbánnak, ha törik, ha szakad. Az MSZP kormányváltó május 1-nek nevezte el rendezvényét, amelyen felszólalt Botka László, az MSZP miniszterelnök jelöltje, és Molnár Gyula pártelnök is. Botka azt ígérte, bevezetik a megélhetési minimumot a keresőknél és a nyugdíjasoknál egyaránt, bérplafon lesz az állami szférában, emelik a közmunkásbért és a minimálbért is. Eközben Varga Mihály szerint holnap a munkából élők költségvetését nyújtják be a parlamentnek, sőt, még a halhús áfája is csökken. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk vendégeimmel, hogy első kézből hallhatjuk meg a visszhangokat, mert ugye Somos András nemrég fejezte be a fórumot, másik két vendégem meg ott volt a majálison résztvevőként, illetve műsorvezetőként. Mik voltak a visszhangok első körben? Zene füleinek, az emberek számára, zene füleiknek, amit ott hallottak, legalábbis amit Botka Lászlótól hallottak, és Molnár Gyulától, egy olyan baloldali programot hallhattak, amit már régóta vártak. És ennek megfelelően nagyon nagy volt az érdeklődés, nagy volt a tömeg, és nagyon kitörő örömmel fogadták ezt a programbeszédet. Ezt meg tudod erősíteni a telefonos visszajelzések alapján is? Mit szólnak mondjuk, ehhez a választók? Mondjuk azt nem gondolnám, hogy a mai telefonokból leszűrhet, hogy mit gondolnak azok, akik rendszeresen nézik az ATV-t, de az biztos, hogy ma kevesen voltak azok, akik például Szegedről mindig elmondják, hogy Botka Lászlónak országosra kell növelnie azt a népszerűséget, amit ott már megszerzett és a helyiek körében elhintett. Másrésztről meg a mostani fórum inkább két olyan telefonját említeném, ami jellemző volt, nevezetesen valaki amellett érvelt, hogy ő és családja az MSZP alatt nem jutott munkához, vagy elvesztette a munkáját, és most a Fidesz alatt viszont megszerezte, vagy legalábbis tovább dolgozik a családja. Ugyanakkor, amikor mélyen belekérdeztem, akkor kiderült, hogy hát pont azokra az időkre esik az, amikor munkanélkülivé vált, amikor a Fidesz először volt kormányon, vagy 98 és 2002 között. Tehát inkább azt gondolom, hogy a fórum betelefonálóinál is az, hogy mi az érzelmi indítatás, mi a szocializáció, vagy a egyébként jellemző, családra jellemző pártpreferencia, az inkább meghatározza az álláspontokat. És amellett még tudnék a múltból említeni olyan telefonokat, amelyek vagy abból származnak, hogy Gyurcsány Ferencet még mindig sokan látják meghatározó politikusnak, vagy pedig azt gondolják, és ilyen is van, hogy a jelenlegi kormány jól végzi a munkáját. Én szegedi lányként és baloldaliként Botka Lászlót nagyon becsülöm. Sajnálom, hogy nem hallottam ezt a beszédet, mert a kis aprócska baloldali szervezetekkel, pártokkal egy másik soron voltunk, elég távol nem lehetett ott hallani. Ebből sokat. Azt tapasztaltuk, hogy rengetegen jöttek ki a mai majálisra. Általában választások előtt mindig többen vannak, és hát ugye már néhány éve gondoskodnak, néhány évtizede gondoskodnak arról, hogy
ha tehetik, akkor május 1-e előtt legyenek a választások, mert május 1-e az mindig egy jó dolog a baloldal számára. Úgyhogy tényleg nagyon sokan voltak. A mi jelszavunk mára az volt, hogy világ proletáriai, jöjjön meg az eszetek. Hát bízunk benne, hogy ebből lesz valami. Minden esetre Botka ígéretei között meg programjában nagyon sok olyan dolog hangzott el, amit nagy örömmel várnánk, többek között például a munka törvénykönyvének. Igen, itt nagyon-nagyon sok minden elhangzott, például az, hogy a bérplafon az állami szférában az vezességbe és a köztársaság elnöki bruttó másfél milliós fizetés legyen a maximum, vagy hogy a női és a férfi fizetés különbségek nem csak az állami szférában, a piaci szférában is tűnjenek el, közmunkás bérmegemelése, minimál bérmegemelése. Ez mennyire hitkérdése, hogy egy ilyen programot, hogyha valaki hol, legalább ezek a kulcsszavak eljutnak hozzá, akkor elhiszi, hogy ez az ember, ez a párt ezt meg tudja csinálni. Mert hát nagyon mást az ellenzéki pártok nem ajánlanak. Tehát nyilván mindenki azt mondja, hogy magasabb minimálbért, magasabb közmunkabért. Azt gondolom, hogy ennyire karakteresen viszont egyetlen egy ellenzéki párt sem fogalmazta meg a programját, mint a Magyar Szocialista Párt. Én ugye a közmunkás szakszervezetnek is társelnöke vagyok. Régi követelésünk az, hogy ugyanannyi legyen a bér, mint a minimálbér legalább. Érje el a nettó értékét. Azon kívül egy olyan feudális rendszert építettek ki vidéken a közmunkásokkal kapcsolatban, ami borzalmasan nagy a kiszolgáltatottság. Magyarán mondva, a csókosoknak jut még közmunka is. Ezért rendkívül fontos ez a megélhetési minimum, hogy senkinek ne kelljen 22.800 forintból élni segélyből, illetve senkinek ne kelljen 25.000 forintos nyugdíjból élni. Ez természetesen egy ugye hosszabb folyamat lesz, mert ez ki kell dolgozni szakértői háttérrel, szakszervezetekkel együtt és a többi, de ezeknek olyan üzenete értéke van, hogy az egyszerű, hétköznapi emberek, melósok, amilyen én is vagyok, ezt megértjük. A szakpolitikusoknak is meg kell tudni tanulni úgy fogalmazni, hogy értsék az emberek. Botka László így fogalmazott, ezt mindenki értette. Így fogalmazott? Mindenkihez ez eljut, ez az üzenet? Mert hogy arról beszéltünk mi is itt adás előtt, hogy talán pont azokhoz, akikhez a leginkább kellene, már politikai üzenetek ritkán jutnak el, ellenzékiek meg végképp. Ha eljut hozzájuk, akkor megértik. És ez rendkívül fontos, hogy megtanulnak most már politikusok úgy fogalmazni, hogy megértsék. Most már azon kell nagyon keményen dolgozni, hogy ez el is jusson. Ugyanis a kormány, én azt úgy szoktam fogalmazni, hogy mind a szegénységet, mind a munkanélküliséget, minden egyebet csak egy kommunikációs problémának tart, és kommunikációval szinte verhetetlenek. Ezért nagyon nehéz ezeket az üzeneteket eljutatni. Ebben bizony nagyon nagy munka van még, rengeteget kell dolgozni. Szerintem két üzenete van a fórumos beszélgetéseimnek. Azt gondolják a nagyon-nagyon rossz sorsú emberek, akik nagyon kézzelfoghatóan szenvednek attól, hogy rendkívül nélkülözésben élnek, hogy legyen valamilyen ez az MSZP, legyen valamilyen ez a botkai politika. Ennek talán megfelel ez a fizessenek a gazdagok általam nem szeretem üzenete, mert egyébként az, hogy hétszer annyit kereshetnek maximum menedzserek, mint a kis dolgozók, az egy olyan fajta állami gondoskodást jelez számomra, ami ugyanolyan megengedhetetlen egy piacgazdaságban, mint amit a Fidesz képvisel, úgy általában a gazdasági viszonyaiban, vagy a gazdasági irányítási mechanizmusában, ez az egyik. A másik az, hogy az az elvárás is megfogalmazódik a telefonálókban, hogy lássák már az itteni ellenzéki politikusok, hogy nem az a fontos, hogy ők mit tartanak fontosnak. Próbálják meghallani az idők szavát, és próbálják meg levetkőzni a saját kicsinyes érdekeiket. Én nem látok erre egyelőre hajlandóságot, mert ugyanazokat éppen megnéztem, hogy 3 évet csináltam műsort május 1-én, egy Tabu című műsort, Konok Péterrel és Szerencsés Károllyal, ami lehet azt mondani, hogy két teljesen ellentétes világnézet. De az üzenetek, amik akkor elhangzottak, azok nagyjából leképezhetők a mostani üzenetekkel is, majd ha kell, akkor felolvasok belőle, mert témacsíkokba ki vannak gyűjtve nekem. Mondja egyet-kettőt, mi volt akkor? Hát nagyon érdekes, hogy például azt mondja a Mesterházi, a
átél, hogy Orbán lenézi a munkásokat, alkalmazottakat, szegényeket. Gyurcsány Ferenc, a kormány botrányos, az ellenzék teszetosza, nincs munka, nincs kenyér. Bajnai, 2.10 000 munkahelyet teremteni. Ha a társasházi lakások mindegyikét állami pénzzel leszigetelnék, akkor valódi rezsicsökkentés lenne. Hát ez mindegyik elmenne most is. Hát abszolút, hát ráadásul ugye az LMP azzal kampány, hogy energiahatékonysággal és szövetkezetekkel lehetne munkahelyet teremteni. A KDNP Gyurcsány-Bajnai mesterházi trió egyetlen mondani valója volt május 1-én a kormányon lévők alpári kritikája. Hát itt csak a neveket kell kicserélni. Szóval, igen. Megütött egy mondat a fülemet, az, mutat, hogy legyen valamilyen az MSZP. 2010-ben az egyik barátom megkérdezte, hogy miért csinálom én ezt így melósként, a családosként. Én azt mondtam, hogy egyetlen egy olyan pártot láttam akkor, amivel azonosulni tudtam, ez az MSZP volt. És azt mondtam, hogy azon dolgozom, hogy annyira balra nyomjuk az MSZP-t, hogy én, mint nagy családos melós, büszkén vállalhassam, hogy vállalható legyen. Vissza lehet nézni, 2010-ben elhangozhatott-e olyan, hogy munkát, kenyeret, vagy egy pártrendezvényen olyan témákat felvetni, amit most. Olyan neoliberális párt voltunk, hogy arról kódoltunk. És ezt főleg Gyurcsány Ferencnek köszönhettük. Ehhez képest most vagyunk valamilyenek. Erős, baloldali karakterrel jelentkező párt vagyunk. Még mindig nem elég, legalábbis én számomra még mindig rózsaszínek vagyunk, kicsit nem vörösök. De a pártnak a baloldali szíve dobog most erősebben. És én biztos, hogy azon vagyok barátaimmal, hogy ez még erősebben dobogjon. Viszont ez Botka nevéhez fűződik, és hogyha mégiscsak valamiféle összefogás választási sikerek érdekében Gyurcsánnyal és az általad neoliberálisoknak nevezettekkel lesz, akkor ennek az egésznek vége. Mert azért Gyurcsánynak és a liberálisoknak nem felejtik el, a pont 10 éve voltak a nagy iskola bezárások, a kórház bezárások, egy Söftmérejt, egy Lipótmezőt, a szakképzés szétverésén, ez közel 60 000 embert érintett Budapesten, ezt nem felejtik el. Tehát, hogyha Botka meg tudja a maga programját maga valósítani a saját nevével, akkor igen, ha ebből megint lesz egy ilyen fogjunk össze és ráülnek a liberálisok, akkor annyi. A liberálisok alatt most jelen pillanatban nyilván nem a Fodor Gábor féle én azokat értem, amikor például bármilyen pedagógus kezdeményezés kezdődik, és pillanatok alatt ráülnek azok, akikhez az iskola bezárások és az oktatás szétverése fűződik. De például? Hát, hagyd ne mondjak neveket, Hiller, Nahalka. Ja, Itt elsősorban az tehát MSZP-sekről beszélek. Amikor egy magát baloldalinak való politikus olyat mond, mondjuk mint Szigetvár Viktor, hogy én erősen hiszek a kapitalizmusban. Azt azért tudni kell, hogy persze nem lehet itt megváltoztatni, meg egyik pillanatra a másikra itt szocializmust létrehozni, de lehet egy szociális társadalmat létrehozni, aminek ez az alap. Hogy ne hagyjuk a szegényeinket az útszélén, hogy ne legyen egyetlen egy éhező gyermek sem, hogy ne kelljen egy gyermeknek azért kiközösítettnek lenni az iskolában, mert büdös, mert olyan helyen lakik, hogy zöldpenészes van. De Imre, bocsánat, csak mert történtanárok körében vagyunk, hogy a klasszikus kapitalizmusban dolgozták ki azokat a baloldali eszméket, amelyekről Marx értekezett, amelyeket később lehet, hogy átfordítottak valami teljesen lehetetlen konstrukcióra, de akkor születtek a klasszikus kapitalizmusban, nem? Igen, de még egyszer hangsúlyozom, magát baloldalinak valló politikus nem kezdheti azzal a mondatát, hogy én erősen hiszek a kapitalizmusban. Igen, abban élünk, de ezt a kapitalizmust meg kell próbálnunk emberarcúvá formálni. Folytassuk innen, mert már az összefogás nem összefogás témájánál tartunk, de egy rövid bejátszó jön előtte. Orbán Viktor egy lufi, erről beszélt a szocialisták rendezvényén Kunhalmi Ágnes, de a kormány leválthatósága minden ellenzéki politikus beszédének fontos része volt. Gyurcsány Ferenc a viszkető tenyerű Orbánnak jó tanáccsal is szolgált, mondván használjon kamillás vizet és menjen el dermatológushoz. A baloldalnak pedig azt üzente, együtt fogunk működni, minden választókerületben egy demokratikus ellenfele lesz Orbánnak, ha törik, ha szakad.
Ha törik, ha szakad. Ugye ezt mondta Gyurcsány Ferenc, és ahol abba hagytuk nekem, abból azért úgy tűnik, hogy azzal ellentétben sokszor azt gondoljuk, hogy itt csak személyi konfliktusok miatt nem tud megállapodni pár párt. Azért itt amilyen ideológiai különbségek is vannak, csak azok általában nem jönnek ennyire ki. Most melyik a súlyosabb? Az ideológiai különbség, vagy az, hogy Botka és Gyurcsány hát nem fog megférni egymással ebben az összefogásban? Én azt gondolom, nem Botka és Gyurcsány. Tehát ez nem az ő kettőjük meccse. Ez inkább az, amiről a történész azt mondja, is beszélt, hogy azért az emberek nem felejtették el azt, amit Gyurcsány Ferenc csinált, és az MSZP sem felejtette el, amit csinált. Abban szerintem igaza van a Ferinek. Nagyon gyakran ül abban a székben Gréci Zsolt, és ha most ott ülne, akkor azt mondaná, múltkor előhúzott így egy könyvet így hirtelen, és végig mutatta, hogy mi minden történt a Gyurcsány kormányok ideje alatt, mennyi minden épült, szépült, és ez nyilván azért így is volt. Persze, ezeket nem lehet lenullázni, ami épült, szépült. Azt a fajta kapkodó és hebrencs politikát nem tudják elfelejteni, ami Gyurcsány Ferenc művelt, mint például mondjuk ez a 72 órás történet, ami most legutóbb volt, ez a ultimátum. Sokszor beszél sokat, és sajnos hiteltelenítő magát is, ezt nem veszi észre, és ez rányomja a bélyegét az együttműködésre. Én is azt gondolom, abban igaza van, helyi szinten szerintem meg lehet állapodni, meg lehet. Még annak ellenére is, hogy igen, vannak ideológiai különbségek is, de azok közül, amelyek rendkívül fontosak az emberek számára, ott azért szerintem meg lehet találni az arany középutat. Nem idenben értek egyet, egy hasonlatot hadd mondjak, ami pont ma hangzott el, hogy szocialista pártal az a baj, hogy hiába mondja magáról a büdöske nevű virág, hogy én vagyok a gyönyörű illatos rózsa, attól az még nem az illatos rózsa, hanem a büdöske. És ugye bizony a szocialista párt megítélésében az utóbbi időben még én a baloldali is azt mondom, hogy ez a büdöske érvényesült, hogy az ember azt mondja, hogy nem, ezt nem. És ez bizony akár tetszik, akár nem, ez Gyurcsány, meg bizonyos emberek nevéhez fűződik, és ezért, hogyha Botka nem tudja az MSZP-t Gyurcsányt, na, jó, azt akartam mondani, Gyurcsány talanítani, de itt most nem a személyre gondolok, vagy nem csak a személyre gondolok, mert lehet, hogy még a személy szimpatikus is ezzel azért a történelemből ismerünk mi bohócokat, akiknek nagyon jól bejött, egy Mussolinit is ismerünk, meg még sok mindenkit. Tehát nem ezzel van alapvetően a baj, hanem ami emögött volt. És még egyszer mondom, hogy hiába, hogy csak 10 éve voltak, itt azért egy olyan tarolást végzett az MSZP-SZDSZ, hogy ezt nincs olyan budapesti család, akit ne érintett volna. Na de erre meg sok ellenzéki azt mondaná, hogy na de azóta látjuk, hogy mit csinál a Fidesz. Persze. Hát ugyanezt, egyik kutya, másik ebb. Ugyanúgy nem állították helyre a szakképzőiskolákat, ugyanígy csak ilyen-olyan szakképzőket nyitottak itt-ott-amott, és ugyanazt, tehát ugyanaz pepitába. De most itt arról van szó, hogy az MSZP mit csináljon. Az MSZP csinálja azt, hogy Botka ne menjen el erre az összefogás liberálisokkal, meg a fűvel, meg a fával, ez így nem jó. Akkor Botka, hogyha meghirdette a maga programját, akkor merje fölvállalni ezt a programot. Én azt gondolom, hogy Botka László... Bocsánat, csak közben mondom a nézőknek, hogy azt látják itt kisképben, hogy elindult a Momentum mozgalom vonulásos tüntetése, ami a Hősök terére fog majd érkezni az Andrássy úton át, és ezt látják közben, bocsánat. Én azt gondolom, hogy Botka László és Molnár Gyula nagyon jó kézben tartja most a pártot. Azért az MSZP mindig híres volt arról, hogy szerettek kiszivárogtatni, meg kibeszélni. Kérdezem én az utolsó néhány hónapban, vagy akár egy évben, mikor hallottak olyan híreket, hogy éppen Botka László kicsinálásával vannak elfoglalva az MSZP-n belül egyesek. Nem. Most egy olyan egység... Hát azért a magyar időkben én időről időre olvasok ilyeneket. Ami a rossz nyelvek szerint az MSZP ellenzéki szárnyából indulnak ezek a hírek, de... Viszlapokat nem olvasok. Én azért belülről látom a dolgokat, és azt látom, hogy régen nem volt ilyen egység, mint ami most van. És részben nem csak Botka László személynek köszönhető, hanem ennek a programnak. Mert hatalmas volt az igény belülről, hogy végre legyen karakterünk, amiről beszéltél, hogy valamilyenek legyünk. Uh-huh. Ez a rózsaszínesség, ez nagyon sokaknak nem tetszett. Azt akartam mondani, hogy ha a büdöskét nem szagolgatja az ember, hanem a tévén keresztül nézi, és úgy tesz, mint egy virág,
úgy tesz, mint egy virág, mint ahogy egyébként a Fidesz is úgy tesz, mint egy párt, és azt csinálja, hogy nyomja az üzeneteket, akkor tulajdonképpen annak a funkciónak, ami miatt Botka László elvállalta a miniszterelnök jelöltséget, annak megpróbál megfelelni, és ha jól látjuk, hiszünk annak, amit délután lehetett ebben a stúdióban hallani, hogy 90% fölötti az ismertsége már Botka Lászlónak, mondjuk a néhány hónappal ezelőttihez képest, akkor ezt a funkcióját betölti. Igen, de akkor folytassuk ettől az adattól, hogy nőtt is januárhoz képest a népszerűsége a Publikus felmérése szerint, és hibahatáron belül, de megelőzi Orbán Viktort, viszont az MSZP tábora érdemben nem növekedett, inkább stabilizálódott. Tehát nem tudja átvinni azt a népszerűséget, azt a lendületet a párt. Azért, mert nem lehet megúszni a helyi munkát, amit egyébként állítólag Botka László el is kezdett, hogy az ő csapatával járja a vidéket, és az az igazság, hogy szerintem akkor érzik majd az emberek, hogy ez egy valódi alternatíva, hogyha az ő problémáikra ott helyben képes olyan válaszokat kínálni, ami nem csak a szlogenek szintjén van. Na ez az, de mondjuk vegyünk egy konkrét példát, egy pici falut, akkor ne olyan picit, mert ott általában független a polgármester, tehát ahol fideszes a polgármester, vagy Fidesz által támogatott, és egy helyi kis királyságot épített, ott mit tud mondani egy ellenzéki képviselőjelölt, hogy neki elhiggyék, hogy ezt az egészet ő lebontja? Ott elsősorban segíteni tud konkrétan családoknak. Olyanokkal hogy például, hogy hónapok óta a helyi MSZP szervezetek ruhagyűjtéseket rendeznek, ételosztásokat rendeznek, hogyha kell, akkor elmennek a kisfalvokban, és ott konkrétan segítenek. Csak a személyes kapcsolatokon keresztül lehet itt változást elérni, amiről beszéltem. Uh-huh. Egy pártnak az újsága minden hónapban ott van a postaládában, nekünk nincsen ilyen újságunk, nincs ott a postaládában, de ettől sokkal többet ér az, hogyha elmegy a helyi képviselőjelölt, és nem elmondja, hogy ő mit szeretne, hanem megkérdezni az embereket, és meghallgatja őket. Ez egy nagyon kemény munka. Nagyon nagyot sóhajtott itt közben. Hát igen, mert én nem hiszem, hogy ez lenne Botka győzelmének a kulcsa. Az ő győzelmének a kulcsa az, hogyha ő megtudja a saját arcát, a saját programját, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyedül. Tehát ezt a az programot MSZP-re... el kell tudni juttatni. Igen. És jó, ő de nem tud ez, elmenni igen, csak ennek a programnak az piszkosul le fogja választani, hogyha, ahogy mondta, hogy minden kis faluba elmegy, és ott mond valamit, amit vagy elfogadják, vagy nem, vagy kifütyülik, vagy nem, vagy mit tudom én, oda mennek virsliért, vagy bármiért, vagy nem. Én inkább azt látom, hogy ahol akik arra várnak, és nagyon sokan várnak arra, hogy lehessen baloldali erőre szavazni, akkor azok Botkát elfogadják. Azt a fajta összefogást, amiről az elején beszéltél, azt nem vagyok benne biztos. És nem csupán, és megint csak hangsúlyoznám, Botka László egyedül nem lehet a megoldás kulcsa, ha csapat nincs mögötte. Egy rendkívül jó programmal előállt. El kell juttatni ezt a programot, de az olyan emberek is kellenek. Én azt szoktam mondani, hogy két lényeges dolog kell a győzelemhez. Hit és hitelesség. Látszódjon azon az emberen, aki oda megy, hogy hisz is abban, amit mond, és hiteles is, ahogy mondja. Legyen ez a végszó mára, és akkor nagyjából egy év múlva már tudni fogjuk, hogy ez összejött. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Most Gajdos Tamás újra, mert hogy elmondja a legfrissebb híreket, és aztán az Egyenes beszédben Róna Jégon várja önöket. Szép estét!